Rengeteg embert vonzott a harmadik ingyenes szűrőnap a kórházban. Az egyes vizsgálatok előtt kígyózó sorok álltak. Nagyobb volt az érdeklődés, mint az ezt megelőző alkalmakon. Ez nagyon okos dolog, és jó, nagyon is. És nem kell rá sokat várni, mert ugye hónapokat kell, vagy heteket egyébként várni dolgokra, és most pedig rögtön sorra kerültünk. Ez nagyon jó így. Kedvező eredményeket kapott? Hát a koleszterin nem igen magas, de az magas szokott lenne, azt ismerem. A cukrom az jó, pedig a család az cukorbeteg, de nekem, hál' Istennek, még lekopogom jó a cukort. Dr. Stankovics Éva, az Albert Schweitzer Kórház ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a rendezvény fő célja továbbra is az, hogy felhívják a figyelmet a megelőzés fontosságára, hiszen ebben egy kórháznak élen kell járnia. Úgynevezett slágervizsgálatok folynak, vércukor, koleszterin, kardiológiai vizsgálatok, csontsűrűségmérés, ez látszik is szerintem a tömegből vagy a résztvevők sokaságából, hogy ezek a vizsgálatok a legfontosabbak, hiszen Magyarországon ezek a betegségek, az ebből adódó szövődmények, a népbetegségek, ezek mutatják, vagy adják ki a legnagyobb halálozási mutatót sajnos, úgyhogy ezért fontos ennek a napnak most a jelentősége, és én személy szerint nagyon örülök, hogy ennyi résztvevője van a szűrőnapnak. Az ANTS dolgozói életmód tanácsokat adtak, hiszen a helyes életvitel talán a legfontosabb lépcsője a betegségek megelőzésének. Elsőképpen a táplálkozásra hívtuk föl a figyelmet, ezen belül az egészséges táplálkozásra, hiszen ez az egészséges táplálkozás az alapja az egészség megőrzésének, hiszen ha megfelelő mennyiségben fogyasztunk gyümölcsöt, zöldségféléket, rostos alapanyagú tápanyagokat vagy táplálékot, akkor több betegséget könnyen ki tudunk kerülni. A szakemberek figyelmeztettek, hogy a mozgásszegény életmód, a dohányzás, valamint a túlzott kávé és energiaital fogyasztás további problémákhoz vezetnek. A kardiológiai vizsgálaton dr. Kálmán Krisztina először a betegek panaszait kérdezte. A szűrésen mérték a cukorbetegek szénhidrát háztartását, feltérképezték a panaszosok genetikai hátterét, és még számos adatból meghatározták, hogy 10 éven belül kinél alakulhat ki cukorbetegség. A túlsúly az magyar népbetegség, tehát itt is 90%-ban sajnos jellemzően jelen van. Cukorbetegség vagy fokozott hajlam rá az egyértelműen kimutatható szinte mindenkiben. Nem mozgunk eleget, nem eszünk elég zöldséget, gyümölcsöt. Sajnos a korral is nő ennek az esélye persze, tehát itt is eléggé van mit tenni. A csontritkulás is népbetegség és szűrés nélkül alig észrevehető. A szűrőnapon csontsűrűségmérésen is részt vehettek az érdeklődők. Az esetek egyharmadában találtak problémát. Csontritkulás és népbetegség, meg úgynevezett néma járvány, mert amikor kiderül, a többnyire a csont már el is törik, és ezt szeretnénk elkerülni a csontsűrűség mérése, hogy a csonttöréseket megelőzzük, mert sajnos az is vezetett halálhoz. A combnyaktöréseseknek a egy év alatt bizony kb. 10%-a elhalálozik, és rettentő nagy költség egy combnyaktörésnek a helyrehozatala, a rehabilitáció, vagy esetleg elvezet egy protézis beültetéshez is. Az időskor és a nőknél a változó kor hajlamosító tényező. A csontritkulás kezelésére azonban hatékony gyógyszerek is rendelkezésre állnak, tájékoztatott dr. Petróczi Ildikó. A szűrésen az esetek felénél viszél problémát is diagnosztizáltak, bár dr. Szabó Gábor szerint az jött el a vizsgálatokra, akiknek panaszai voltak. Tanácsot mindenki kapott, de néhány panaszosnak műtéttel is kell számolnia a közeljövőben. Nem elég a viszelet megnézni, hanem az artériát is, de az a plakáton úgy szerepel, hogy viszélbetegség, de hát ez semmit nem jelent. Mi megnéztünk mindent kompletten, és fölhívtuk az 3 vagy 4 érszűkületes beteget is találtunk, aki azért jött, azt hitte, hogy azért fáj a lába, mert viszeres, de hát nem a viszer miatt fáj, hanem az érszűkület miatt. Ingyenes szűrővizsgálatokra legközelebb április 21-én a Városi Egészségnapon lesz lehetőség.